Ahol most éppen járunk ebben az orpirosító hidegben, az a Gajapatak völgye, Kelet-Bakony, hogyha úgy tetszik, akkor Székesfehérvár is a Móri borvidék között, inkább közelebb Mórhoz, mint Székesfehérvárhoz. Szóval itt vagyunk ma, itt fedezünk fel, itt portyázunk, megyünk kastélyokba, várakba, erdészházakba, és nagyon szép természeti részeket mutogatunk meg majd a podcast nézőknek, úgyhogy kezdjünk is. A rovat együttműködő partnere a Magyar Turisztikai Ügynökség. Csípős levegőben forog a mai podgyász, a hőmérséklet alulról leheli a nullát, de cserébe szép napos időt kapunk itt a Gajavölgyi tájcentrumban. Sétánkkal a patak folyását követjük, sokak szerint ez a vidék a Bakony egyik legbájosabb völgye, a Gajaszurdok. Ez egy elég mély szurdok völgy, és ennek a végpontja ez a Pisztrángos tó, és ez így együttesen egy nagyon különleges természeti hely a megyében. Szerintem nem fogható semmi máshoz. Itt megy keresztül a Kék Túra útvonala is. Ez szerintem nagyon sok turistát vonz ide. Mennyit mehet itt az ember, hogyha neki indul? Hát természetesen egész nap lehet itt menni. Hogyha valaki rövidebb túrát szeretne tenni, akkor 2-3 órás kirándulásokat is lehet itt tenni, de szerintem egy egész napos programmá is duzzasztható, hogyha minden célpontot feltűzünk az útvonalra. Ami szerintem kifejezetten jelentős, az a Károlyi családnak a jelenléte. Tulajdonképpen a legjelentősebb az a vadaskert, amit Károlyi gróf hozott itt létre, és amikor ez a vadaskert elkészült, akkor egyre többen látogattak ide, illetve nagyon közel van a fehérvárcsurgói Károlyi kastély, és ebből adódóan ez egy kedvelt kirándulóhely volt már akkor is. Az 1800-as évek közepéről beszélünk, amikor a Károlyi család a közelbe költözik, az itteni vadasparkot pedig 1888-ban alapítják. A bővízű Gajapatak gyönyörű vadregényes tájon halad keresztül sok-sok évszázad óta. Látott már egysmást a történelemben, az tuti hajtotta egy időben vízimalmok lapátjait is. A mostani hideg idő pedig a kedvünkért szép jégformákat rajzol rá. Télen lombok nélkül is jól néz ki ez a vidék, ilyenkor messzebbre ellátni. A patakparton, mint öreg elefánt szeme, úgy néz ránk ez a fatörzs maradvány. Ádám Éva fának hívják ezt a hatalmas, kidőlt tölgyet, aminek volt egy Éva párja, egy kisebb tölgy, ami már sokkal korábban elpusztult. Ez az Ádám tölgy, ez tűzvész áldozata lett, és akkor dőlt ki, és egy természetes hidat képezett nagyon sokáig itt a patakon át, ami mára ennyi maradt belőle, de átvette ez az egyedüli fatörzs az Ádám Éva nevet. Tényleg sok látnivaló van erre, bár az itteni forrás most éppen nem folyik, de a közelben ez a vadcseresznye fakéreg látványos. Hál' Istennek az itteni erdész terepjárójával besegít a podgyásznak, így gyorsabban érjük el az itteni kilátót. Most a Károlyi kilátóban vagyunk, ami ugye az itteni Károlyi grófokról kapta a nevét, és az a monda járja, hogy nagyon szeretett ide feljárni a gróf, és innen szétnézni, innen belátni az egész Gajavölgyet, és még annál is tovább, hogyha jobbra nézünk, akkor egész Balinkáig ellátni, balra pedig a Fehérvárcsurgói víztározóig. Yeah.
Ugye a kilátót Károlyi Gyuláról nevezték el, és van itt nem messze, most oda nem megyünk el, egy vaskereszt, amit pedig egy másik Károlyról, Károlyi Viktorról neveztek el, és hát eléggé fekete a történet, mert szerelmi bánatában azt mondja a család, hogy egy picit elborult az agya, és egy fogattalonnal lehajtott, és hát ott halt szörnyet. A Bakony lankáiról a Fehérvár csurgói Pincehegyen át ereszkedünk le. Autózunk pár kilométert a közeli Vértes irányába, Csókakőre tartunk, hogy megnézzük az itteni várat. Ez a csodálatos panoráma és Csókakő vára sokakat megihletett. Majoros Árpád urat 2017-ben Ihletem Csókakőről című versét itt találjuk a vár falában, és ebből csak egy részlet. A vár falait simogatom, a sólyom hangját elfogadom, táncra perdülök, ringat a szerelem, Csókakő szépségét sohasem feledem. Hát így írt a költő. Csókakő mostanában felújított váráról tudni illik, hogy ez a megye egyetlen középkorból fennmaradt és a török időkben is használt vára. A 13. században építették ide a Vértes mészkő szikláira jó 300 méter fölé. Ez a vár lényegében a székesfehérvári királyi várnak volt az elővára. Ez volt benne a nagy különlegessége. És hát az igazság az, hogy ezt a csákok birtokolták, és mivel a vár egy nagyon fontos stratégiai helyen épült fel, itt a Vértesnek és a Bakony között lévő Mórjárok egyik ilyen szikla peremén, emiatt aztán ugye a királyok is mindenképpen meg szerették volna szerezni. Csókakő vára a Fehérvárra menő hadi útnak egy fontos védelmi pontja volt, ugye ezt a Fehérvárra menő hadi utat, ezt pedig a Tihanyi apátság alapító levelében lehet olvasni. Egyébként a név, hogy Csóka, az most megy a vita arról, hogy ez egy madár alapján lett elnevezve, vagy pedig valamikor a 13. században még az Istvánnak a becézett formulája volt a csóka, lehet, hogy onnan származik a név. Vár alatt, ahogyan a seregek összecsapnak. Brindisi Szent Lőrinc hatalmas óriássá válik a törökök előtt. Igen. A háttérben a Csókakő vára. Az itteni kápolnában látható festmény és a kinti szobor is Brindisi Szent Lőrinc szerzetesnek állít emléket, aki a mondák szerint a törökök ellen vívott harcokban hatalmas méretűre nőtt szent erejének köszönhetően. Egyébként parádés innen a látvány a Móri borvidékre, a szőlővel borított lankákra. Bár nem volt ez mindig így. Réges-rég errefelé még jókora víz hullámzott. Ezt úgy képzeljétek el, hogy még a lecsapolás a vízrendezés előtti részen, itt fel lehetett hajózni egészen Székesfehérvárig. És ez egy erődrendszernek volt az egyik eleme. Tarisznyavárakkal zárták le végig a szorost. És például itt a Látóhegynél is van egy földvár, tehát ilyen földvár földcsáncokkal. Maradunk még Csókakőn, ugyanis a podgyásszal találunk itt egy nyitott kerámia műhelyt, ami azt jelenti, ha az ajtó nincs kulcsra zárva, bárki bejöhet kipróbálni a kézügyességét. Mi az, amit lehet agyagból készíteni? Mert látom, hogy van csík. Mi ez? Ami? Ez egy kőcserép korongos plastikus masszának mondja a szakirodalom, tehát ezek már ilyen viszonylag mesterségesen előállított föld.
Hiába na, ez már a 21. század, modern időket élünk. Minden esetre elég szép dolgokat lehet ebből a mesterséges földből készíteni. Még lámpabúrákat és mosdótálakat is. Edinát, ahogy ő fogalmaz, több mint 10 éve fújta erre a szél. Imádja az itteni csendet, amiben szabadon alkothat. Hivatalosan ezt korongozásnak mondják. Mindennek kerek a formája. Tehát a kereket is lehet hajtogatni, és lehet szögletesíteni, de ez nem nagyon szereti. Míg egy öntött edény bármilyen formát fölvesz, hiszen ott egy feliszapolt port öntenek bele egy gipsz formába. Tehát egy teljesen más a kettő. Itt mindent egyesével korongozok. Csak ennyi az apró pici mozdulat. Rányomok ujjal? Az alsó kettőt azért teszem oda, mert ellentartok, és a kettő közé kettő, alul kettő. Mi az értelme ennek, amit csinálunk? A szélét egy kicsit, hogy ne olyan kommersz egyenes szélen legyen, picit díszítünk rajta. Így összenyomjuk. Picit fordítunk, picit nyomunk, picit fordítunk. Hány éve nyomkodsz te így? 14 éve élek itt. Előtte jó pár évvel tanultam meg magát a szakmát, és lettem oktatója. Edinán érezni a tanári türelmességet, hogy nem zavarja, ha a tanítvány ügyetlenke. Több dolgot is megmutat, házi fokhagyma reszelőt is készítünk például, sőt még a mintarajzolás rejtelmeibe is beavat. Tiéd, de szabályosan az enyém meg olyan, mint hogyha tyúképpen végigment volna rajta. Nem, nincs jelentősége. Ez a kreativitás, az egyéni szabadság. Egy fokhagyma dörzsölőnél. Igen. Hát, ha azt valaki ki tudja olvasni rajtam kívül, akkor az nagyon ügyes. Miután jól kikorongoztuk magunk a csókakőn, ebben a csodaszép napsütéses délutánban visszaindulunk a Bakony irányába, ahol a mostani szállásunk bújik meg az erdőben. Itt a Bakonyban, ahol most éppen a podgyásszal megszállunk, ezt a helyet úgy hívják, hogy Zseri Vadászház, és a Károlyi család egyik tagjáról, Károlyi Zseráldinról kapta a nevét, akinek az volt a beceneve, hogy Zseri, ugyanis ő tüdőbeteg volt, és gyakran pihentették itt a Károlyi család tagjai, hogy gyógyuljon fel ezen a friss levegőn. Egyébként ez a Károlyi családnak egy vadászterülete volt. Hello, köszönöm szépen! Miközben mi lepakolunk a szobáinkban, a konyhában már Rita, a séf készíti az esti vacsorának valót. Van itt sokféle szemet gyönyörködtető dolog, persze egy vadászházban a vad sem hiányozhat az asztalról. Jó kis húsleves, ez pedig, ó, gyere nézd meg ezt, Viktor! Kaptunk egy szívet a podgyász, látod? Gombakrémleves. Egészségünkre, Viktor. Szevasz. Gyere vacsorázzunk.
Reggel indulás előtt még belesünk a közeli apróvadászházba, ami Bársony István természetíróról kapta nevét. A termekben az itteni vadászat múltjának és jelenének tárgyai mellett a Károlyi család nyomait is megtaláljuk. Úgy látszik, a napsütés velünk van a forgatás második napján is, hét ágra süt, hozzá a ropogós mínuszok is megmaradtak. A kastély felé megállunk az itteni víztározónál. A Fehérvár csurgói víztározó pompásan néz ki a reggeli napfényben. A 70-es években, amikor az itteni Gajapatak vizét feldúzzasztották, előtte ásatásokat végeztek, és megállapítottak, vagy hát találtak olyan római kori leleteket, amik azt mutatják, hogy már az akkori kor embere is használta a patak vizét, feldúzzasztotta, fürdött benne, és ivóvíznek is használta. Egyébként manapság kedvelt horgászhely, állítólag nagyon jó harcsákat lehet itt fogni, rengeteg kiránduló jár erre, itt van közelben a kék túraútvonal, az átlagos 6-8 méter, de van olyan, ahol 15 méter mély. Sok szó esett már a Károlyi családról az adásban, nézzük is meg, hol éltek itt Fehérvár csurgón, milyen körülmények között ebben a pompás kastélyban. 6000 négyzetméter, maga a park az pedig 50 hektár. A hotel résznek van 23 szobája, maga a kastély falain belül, hát ha minden helyiséget beleveszünk, még a legkisebb helyiségeket is, akkor kicsit több, mint olyan 350 helyiségről beszélünk. Ők mind károlyiak? Igen. Ez így végig mutatja a családot. Igen, lényegében 1711-től... A Károlyi a második leggazdagabb családnak számított az eszterháziak után. 24 kastélyuk volt az akkori Nagy Magyarország területén. 1844-ben érkeztek ide Fehérvár csurgóra. Akkor lényegében egy ilyen nyári rezidenciát hoztak létre, de 1910-ben kicsit átépítették a kastélyt, ide is költöztek életvitelszerűen, és hát egészen a második világháborúig itt is éltek, de 44-ben sajnos el kellett menekülniük a kastélyból, ugyanis német vezérkari szállás lett, és hát sajnos már nem is nagyon tudtak visszajönni egészen a rendszerváltásig. A köztetartó időszakban államosították a kastélyt, és hát elég sok funkciót betöltött. Kezdetekben például volt a fővárosi gázműveknek üdülője, de volt orosz laktanya, görög gyerekeknek volt menekült otthona is, majd gyerekotthonként is funkcionált. A kastély a rendszerváltás után a család akkori élő tagjai és a magyar állam összefogásának köszönhetően újult meg. Ma a hotel, étterem, múzeum és rendezvényközpont, vezetett túrákon be lehet járni az épület több részét is. Hát már egy 12 éve, hogy megegyezett a család a múzeummal, és akkor így ide kerülhettek a festmények. 3x9 méteres. A tárlatvezetésnek köszönhetően a legfelső szinten két olyan óriási festményt is megnézhetünk, amit egyébként sose láthatnánk. Eredetileg a család egyik budapesti kastélyában lógtak, aztán a Szép Művészeti Múzeumban. Pár éve kerültek vissza a családhoz, az értékük felbecsülhetetlen. Amikor nagyon nagy élet volt, akkor mennyi emberről beszélünk? Maga a család az nem volt egy nagy létszámban jelen, egyébként általában 3-4 fő volt, aki mindig itt tartózkodott, de azért nyilván egy 20 ezer holdnyi földterület is tartozott a kastélyhoz, tehát viszonylag azért nagy személyzetre volt szükség, akár a kastély falain belül, akár pedig azok, akik itt a földeken dolgoztak, művelték a földeket. Államférfiak, politikusok, grófok, főispánok, miniszterelnökök, hosszú a sor, hogy kik is voltak a Károlyi család tagjai között. Az egyik gyermek Károlyi György feleségével, Angelika grófnővel ma is a kastély egyik lezárt szárnyában él.
ez volt a fűtő. Onnan volt fűtve, és ugye ahogy fölmelegítették ezt a vaskályhát, szállt föl ugye a meleg levegő. Aha, eredeti vaskályha innen a kastélyból, és hát Varga Gergő séffel lent vagyunk tulajdonképpen a szenes pince részében a kastélynak, és hogy mit csinálunk itt, az pillanatokon belül kiderül. J'ai vu dans les rues de ma ville. Az egykori szenes pincéből Varga Gergő séf hathatós közreműködésével pompás konyha műhelyt alakítottak ki a kastély alatt. Az itteni étterem étlapját erősen áthatja a Károlyi család ízlése, a vadas ételek például a téli menüben. A leszármazottak szerteszét élnek a világban, köztük Franciaországban is. Amit most készítünk, ezt a vonalat hozza. Egy citromtártot fogok nektek készíteni. Szerettem volna egy desszertet nektek bemutatni, ami egy kicsit a Franciaországhoz hoz minket közelebb, és ez egy nagy kedvelt desszert itt nálunk a kastélyban. Valójában egy jó savanykás citromkrémmel készített, egy meringgel tálalt desszert különlegesség. Hát mondjuk nem sok mindent értettem belőle, a citromot még igen, citrom. De hogyha lefordítjuk, ez egy könnyű citromos sütemény? Igen, egy citromos sütemény, egy kicsit citromos, vajas. Si les fleurs qui bordent les chemins. Megy a hűtőbe, és ki kell dermeszteni őket. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Angelika grófnő a kastélyban van. Ő azért a családi recepteket ismeri az elejétől a végéig, tehát hogyha nekem valami olyanra van szükségem, akkor én fordulhatok hozzá, és akkor első kézből kapok információt. Ha ő jár valahol, vagy éppen esetleg az otthoni könyvtárban keres valamit, és talál valami receptúrát, akkor ezt át szokta nekem küldeni. És akkor, hogy nézzük meg, hogy ez egyáltalán ez jó-e vagy nem. Watching in slow motion in my foolish lover's game. A rovat együttműködő partnere a Magyar Turisztikai Ügynökség. A kellemesen halványság a Károlyi kastély kertjében búcsúzunk, ma itt ér véget a Poggyász, és hát ugye Fehérvár, Csurgót és környékét jártunk be, Bakony, Gajapatak, elmentünk egészen a Vértesig, ahol a Csókakői várba is felmásztunk. Hogyha tetszett az adásunk, akkor a Facebook, YouTube oldalon vissza lehet őket nézni, lájkolni is lehet minket szeretni, mert mi is szeretünk mindenkit, meg legfőképpen utazni. Jövünk a jövő héten is, viszlát!